Az alkalomhoz illő műsorral készültek a görcsönyi óvodások. Átadták ugyanis az intézmény új tornaszobáját. Az alapkövet még 2021 tavaszán tették le, mostanra pedig elkészült az épület. Az óvoda és mellette a mini bölcsöde 100%-os kihasználtsággal működik, hiszen az óvodába 3 csoportba 80 gyermek, míg a mini bölcsödébe 7 gyermek járt nap mint nap. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy egy fontos beruházás zajlott le a településen. Magyar Falu program keretén belül épülhetett meg ez a tornaszoba, és azért volt nagy jelentősége, hogy az itteni óvodok, pedagógusok a programjukat, a szakmai programjukat végre tudják hajtani. És másodszorban pedig azért volt jelentősége, hogy ezzel az intézménnyel, ezzel az intézményfejlesztéssel meg tudjuk erősíteni a Görcsöny iskolát, hiszen az utánpótlás az innen az óvodából lesz majd elsősorban az iskola vonatkozásában. Ebből a szempontból nagyon fontos volt ez a fejlesztés. A 20 millió forintos kormányzati támogatást még plusz 18 millió forinttal egészítette ki az önkormányzat, így 110 négyzetméterre bővült az intézmény. Sportpadlót fektettek le a szakemberek, de új boltásfalat és sportszereket is beszereztek a pályázat keretein belül. Az óvodavezető elmondta, hogy emellett egy fontos értéket is átadtak a kicsiknek a munkálatok ideje alatt. Megtanulták a munka szeretetét. Ugyanis ez alatt a fél év alatt, amíg ez az óvodai tornaszoba épült, ezek a gyerekek látták, hogy a semmiből hogy teremtődött meg egy épület. Nyomon követték, hogy hogy bontották el a kerítést, hogy ásták ki az alapot, hogy dolgoztak itt a munkagépek. Az új tornaszobát és használóit is megáldotta Barics Gábriel plébános, a gyerekek pedig kihasználhatják az új létesítmény nyújtotta lehetőségeket.